Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open. Hello, sziasztok, srácok, Kristóf vagyok, és itt is lennénk egy olyan videósorozattal, hát remélem tudjuk folytatni, nem rajtam múlik, hanem az én, hogy elkezdjük végre ezeket az SBC-ket, végre egy kis coinom, remélem ez meg is marad holnapig, ha nem, akkor most ezeket megcsináljuk, meg elköltjük. Na úgyhogy, srácok, Kevin Gamero, illetve Toprak, illetve Dybala, vagy hát ez a kettő biztos squad building challenge-et fogtok látni külön videóban, ezek ilyen rövid videók lesznek, és én azt mondom, kezdjük is a Gamero-val, reméljük így jó lesz. Ugye 21. nap van, és Earnest Special SBC Kevin Gamero, és ugye az untradeable kártya. Milyen feltételeknek kell, hogy megfeleljünk itt? 80-es overall rating, egy Team of the Week, minimum chemistry 80 és 11 ember. Na jó, srácok, itt az én játékosaimat, itt gyorsan mindent most fogunk megvásárolni, és én azt mondom, ide kell nekünk egy luxó. Nagyjából összerakosgattam egy egész jó keretet, meg menten is próbáltam nézegetni, hogy hogy lenne ez a legolcsóbb, illetve minden. Luxót kéne megvenni. Nézzük a legolcsóbbat. Tehát ebben a videóban itt mindent fogtok látni, nem úgy, mint akár a Bateson csinálja, hogy csak mit tudom én, megcsinálják az, meg ilyesmi. De írjátok meg, hogyha másképp szeretnétek, itt nézzel, ezt meg is vesszük a luxót. Jó. Na és akkor John Terry fog ide érkezni a következő játékos pozíciójába. John Terry, és hát ez igen, azért ratingnek magasnak kell lennie. Kíváncsiak, mennyiért tudjuk elhozni az öreget. 4008-ért, hogyha 4000-ért látom, akkor én azt mondom, meg fogom vásárolni. Első ilyen kártyám lesz amúgy, és első ilyen komolyabb SBC-m, amit úgy megcsinálok, John Terry ide jön. Jó. Hát nem lesz olyan olcsó, de nem is lesz olyan drága. Ez a kis cucc. Ide jön, ide fog jönni nekünk a hővedez. Transfer marketen. Hát jó lenne elvinni 5000 környékén. 6000, valamint 5000-es árat rátok, meg fogom vásárolni rögtön. Úgyhogy hát most nem fukarkodunk coinnal. 6003-ért volt valaki, de végén szoktak látni. 6000, így van, azt a 6000-eset meg kéne venni a hővedezt. Mondom, a 6000-eset. Így van, köszönjük szépen. Jó, ide fog jönni gyerekik egy farmanunk, egy farman nevezetű kapus, és hát reméljük utána majd élőadásban ki tudjuk próbálni ezt a kis Gamerót, vagy nem tudom, a farmant is jól ne megvenni, hát nem a special kártyát, 10000-ért nem, 5000, 4000 ami jó áron, 5000-ért talán, látok valami 4000-es alatt, ezt meg fogom venni. 7000-ért ott is, akkor 5000-ért kell megvennünk, nem szeretek licitálgatni, főleg ha van elég coinunk, amikkel igazából a videózáshoz, alapvető dolog. Jó, na srácok, így állunk jelen pillanatban, farmer itt van, ide kell nekünk egy Roger, aki nem is szélső, hanem alapból central back kártyája van. Nézzük a Rogert, a Roger, így van, és nem transfer. Várjál, akkor ezt majd ide megyük meg őt, tehát a Rogert, Roger, keressünk rá a Rogerre. Srácok, iratkoztok fel, ha még szeretnék ilyen videókat, és nyomatok egy lájkot, illetve írjátok meg kommentbe, hogyha most ez a coin meg tud maradni, akkor mit csináljunk ebből a coinból, mert hát élő squad buildereket én azt szeretném, de igazából reméljük jól fogunk járni, ha mindegy, akkor ha nem, akkor majd veszünk újra. 27000-ért megy, hát elvileg ez a legolcsóbb módszer, hogy összerakjuk ezt a csapatot. 24-re akkor meg is vesszük. Így van. Akkor ide be is jöhet. Ide kell nekünk egy Pedro, aki már is fog érkezni. De nem lesz olyan olcsó, de hát most na, megnézzük, milyen siker van ezeknek a videóknak. Pedro 3002-ért. Meg mit gondoltok róla, mert ilyen még nem volt a csatornán, gyerekik. Jó, na és akkor egy kis lesés. Kell nekünk egy Zsaka és egy Tiago, és egy Delufeu, vagy hogy hívnak. Egy Tiago. Végre. De jó, hogy ilyeneket tudunk csinálni tényleg, tehát nagyon hiányoznak nekem ezek a fajta olyan videók, mint amiket, tehát nekem a egyik kedvenc videó is Bateson, hogy Bateson 87, Bateson 87, most akkor mondjuk így, és ő csinálja videókat, és nekem ő az egy kedvenc külföldi videósom,
akit úgy követek. Na mindegy, és hát az kell coin, amit én őt csinál, hogyha mi is valami olyasmit szeretnénk csinálni, csak magyarul. Értitek a dolgot, csak most van coinunk, reméljük ez így is lesz húzamosabb ideig. Vagy hát majd igen, mert most úgy szereztem, hogy ebből nem tudnak érte lebannolni. Jó, na Tiago meg is érkezett, hál' Isten, ott van. Kell nekünk egy Delufeu, vagy ki a halál. Megnyitottam a Windows intézőt. Így van, jó, 2002-ért. És srácok, a két csatárunk, egy Giroud és egy Slimani lesz, és az úgy minden alright lesz. Muszáj nekünk ilyen jó játékosokat betenni? Muszáj. Így van, Giroud fog érkezni nekünk még ide. Így van, Giroud, így van, Transfer Market. Mit tudom én, 3800-ért, nem izélek. Így, Giroud érkezik oda nekünk. És tényleg 81-es ratinget kellnek a játékosok. És egy Slimani fog nekünk érkezni, az algériai Ivra. Slimani, így van, Transfer Market 2005-ért be is joinolt a csapatba. Nincsen kontraktja, de majd lesz. Jó, na srácok, készülés van az első ilyen challenge, nézzük meg mit kapunk érte. Úristen, az első Gamerónk, így van, el fognak veszni. Hú, hát jó értés amúgy, sosem mindig olyan fura volt ezt látni, hogy külföldiek csinálnak ilyet, aztán nekem nem volt rá keretem. 85-ös Gamero, hát jó kis kártyának tűnik, az olcsó Griezmann, úgyhogy gyorsan szemléljük is meg, milyen statisztikái vannak. 85-ös ugye, medium-mediumos work rate, nem olyan rossz amúgy, lehet, hogy CM-ként fogok játszatni, 3-3 csillag. 81-es tempó, 86-os lövés, 81-es passzolás, 83-as labdavetés, 71-es fizikum. Úgyhogy srácok, hát itt zárnám lesz a videót, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, és ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és a következő videók is jönnek, már megcsináljuk a többi kettőt, vagy hát a toprakot biztos. Úgyhogy srácok, még egyszer köszönöm a figyelmet. Sziasztok! További szép napot, nektek kellemes ünnepeket, hajrá, Fradi!